A zarándoklat egyik szakaszán tudtátok meg, hogy Paskai bíboros úr meghalt. Megálltatok érte imádkozni. Nyilván ugye bíboros úr hozzánk nagyon kötődött, hiszen ferences volt, mi egy nagyon ferences lelkületű embernek ismertük meg. Azt gondolom, hogy róla véleményt mondani, hát egyrészt nagyon nem kell, másrésztről viszont hát az merjen, aki abban a korban élt, és mondjuk átlátja egy akkori egyházi vezetőnek a lehetőségeit, kényszerpályáit és helyzeteit. Én, amit mindig is megéltem a vele való nem túl sok személyes kapcsolatban, az egy végtelen nagy emberség, talán itt tűnne, vagy kedvesség, vagy nem is tudom, minek fogalmaznom. Amikor én találkoztam vele bárhogyan, az mindig ebből a szempontból nagyon fontos volt. Amikor ott ezt meghallottuk, hát akkor már ugye tudtuk hetek óta, hogy baj van, majdnem minden nap valamelyik rendtársam meglátogatta, és éppen egyébként azt szerveztük, hogy ha kikerül kórházból, akkor esetleg mi hogyan tudjuk majd az ő gondozását folytatni, és ebben a pillanatban ért minket a hír. Én bennem egy rögtön az volt, hogy imádkozzunk érte, hogy azért egy nagy ember ment el, és megérdemli azt, hogy itt mi méltóképpen megemlékezzünk róla. Egy kohász mondjunk érte. Adjon a örök nyugodalmat neki. Nyugodjék békében. És hát egy másik ilyen esemény volt, amikor Rozsé testvér néhány évvel korábban, amikor ugye gyilkosság áldozata lett. Emlékszem, hogy pont Kemencéről mentünk ki az aszfaltúton, amikor valaki előre szaladt és mondta, hogy valahogy megkapta ezt az üzenetet, és hát ott megemlékeztünk. Már nincs mit félnem, mert benned élsz. Már nincs mit félnem, mert benned élsz. Jézus életed, erőm békét. Jézus társam, örömöm. Minden évben így nagyon-nagyon megérint ez az, hogy a helyiek milyen nagy jósággal fogadnak minket, és mennyire számít nekik a jelenlétünk, és hogy engem nagyon-nagyon megérint minden évben, hogy mennyire evangélium, hogy ők minket vendégül látnak, és nekünk nincsen módunk ezt igazából viszonozni, csak az imáinkkal. De hogy ők olyan embereket látnak évről évről vendégül, akiket ők nem ismernek, hát a nevünket se tudják, és mégis akkora szeretettel, mint hogyha a saját családtagjaik jönnének oda. Úgyhogy ez fantasztikus, és ugye az országnak az a része, ami nem a leggazdagabb. Tehát azt gondolom, hogy nekik ez anyagilag is valószínűleg megterhelő, és olyan szeretettel teszik meg ezt nekünk, hogy fantasztikus ezt látni. Úgyhogy ezt még mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy az embereknek a jóságát, amit megtapasztalunk útközben, azért az felejthetetlen. Nincs tele tömve olyan értelemben a zarándoklaton az embernek a feje, füle, szeme. Már mit csinálunk? Hát elvégezzük a Zsolozsmából a vesperást, a laudest útközben, meg a vesperást. Elmondjuk a rózsafűzért. És van egy nap, egy konferencia beszéd, vagy prédikáció. A tapasztalatom nekem személyesen azt mutatja, hogy jobb menet közben, de azért 300 embernél már sajnos ezt nehéz megvalósítani, hogyha leülünk, akkor aztán ott elvész ez a figyelemnek ez az összpontosítása. El tudnak kókadni, de menet közben nagyon tudnak figyelni az emberek. Ez nagyon-nagyon érdekes, és ez egyébként független attól is, hogy az időjárás milyen. Volt egyébként olyan is, akit szerettem volna, jó lenne, vagy fontos lenne, hogy legyen egy ilyen egyház és Isten élményük. Az egyiküket, akit Balázs hívott, ő egy evangélikus lány volt, és viszont nagyon vonzotta őt is az oltári szentségben megjelenő Jézus. És azóta pár éve megtudtuk, hogy katolikusként kezdett el élni, és most már nagyon, azt hiszem, ő a közösségünkben ő a legkomolyabb katolikus keresztény azóta, és ott is a ferences atyák nagyon jól szóltak hozzá, én azt hiszem, nagyon megérintette őt az is, amit ott látott. Ugye, amit nehezebben látnak meg az emberek, talán meg főleg a fiatalok, az, hogy működik az egyház. És ott ezt nagyon meg tudják tapasztalni, hogy hát így, barátságban. Hogy mi vagyunk az egyház, mindenki, akik ott vagyunk Jézus körül.
nagyon nagy öröm volt számomra az, hogy tényleg látni, hogy a Szent Ferencnek a lelkisége vonzza a fiatalokat. És Szent Ferenc minden korosztályt vonz, és az ő lelkisége is egy nagyon élő, nagyon-nagyon aktuális lelkiség, amire a mai fiataloknak ugyanúgy szükségük van, mint az idősebbeknek. Ferencesek valamit jól csinálnak, mert nagyon magukhoz, nem csak minket vonzottak magukhoz, meg a jó Istenhez, hanem még nagyon sok fiatalt, meg nem annyira fiatalt is. Pont ezzel a közvetlenségükkel, ezzel az örömükkel, amit így át tudtak adni. Tehát, hogy jó a közelükben lenni, jó az a fajta istenkép, amiről ők beszélnek. Tényleg úgy megérzi az ember az, hogy tényleg ilyen az Isten. Ott jönnek mellettünk, közösen járjuk végig azt az utat, nem csinálnak valamit az egyházvezetői, a szerzetesei, amit mi nem látunk, nem tudunk, hogy megy, meg mi világi hívek próbálunk valamit, hanem egy ilyen zarándoklaton együtt vagyunk, együtt izzadunk, együtt imádkozunk, együtt süt minket a nap, meg együtt szívjuk az előttünk lévőek által fölvert port, és ez egy fontos tapasztalás, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi, de meg valamiben mégis mások, mert megszólította őket a Jóisten, volt rá bátorságuk igent mondani, valószínűleg nem egy könnyű hivatás egyébként, de ez egy olyan alkalom, ahol ezt az ember meg tudja tapasztalni tényleg, hogy ezt mennyire jó szívvel és mennyire tényleg energikusan, lelkesen, elköteleződve tudják csinálni. Hát az történt, hogy a kemencei plébánia udvara, ami eléggé lejtős, csomagok ki voltak téve, és rá lett téve nejlon, gondosan, hogy nehogy megázzon. Nem is ázott meg fölülről, hanem a lejtő miatt, erre már nem gondoltak, alulról ott folyt le az összes víz. Úgyhogy ezek a gyerekek, fiatalok, amikor arra számítottak, hogy majd a víz meg a sár után otthon száraz ruhát vesz, és el volt ázva. Minden. De valami elképesztő volt, hogy egy rossz szavuk nem volt. Tehát én nem emlékszem arra, hogy bárki egy hőbörgő megjegyzést tett volna. És kiderült, hogy a Széchenyi plébániáról a szomszéd faluban vannak táborozópontok, hogy gyertek és hozzatok mindenféle ruhát, ami fölösleges, mert ezek a szegények itt megásztak. És akkor utána bementünk Balassa gyarmatra, a Tesco-ba fehér neműt vásárolni lányoknak, fiúknak vegyesen. Először csak a biztonsági őröknek a figyelmét vonták magukra a segítőknek, és aztán utána ugye a csúcs az volt, amikor mindenről számlát kértek a Ferences rendtartomány számára. Na most, hát ez ilyen nagyon mulatságos dologként maradt meg bennünk. Mi Ferencesek azt szoktuk ebből fölemlegetni, hogy ezek az elázott gyerekek, fiatalok, nem szóltak egy rossz szót se. Azok meg azt mondják, hogy és mi teljesen meghatódtunk azon, hogy ti akkor nekiálltatok, hogy nekünk száraz ruhát szerezzetek. Mert annak lenni kell. Hát mondjuk tényleg lenni kell. És hogy valahogy meg is, ez is egy olyan tapasztalat volt, ami ilyen kölcsönös figyelemnek a megtapasztalása, ami egészen más oldalát láttatta meg egy-egy emberrel, még saját magával is, vagy másokkal is, mindamit esetleg magáról tudott korábban. A mindennapi megérkezések, tehát ez azt jelenti, hogy minden nap volt ilyen felemelő érzés. És nem csak a nap végiek szerintem, hanem napközben is. Hát igen, tehát a nap végére azért elfárad az ember, tehát ez meg elkezd fájni a lába, de nagyon jó megérkezni, és harangszóra, és a templomba menni, nem pedig leroskadni a sátorhoz, hanem bemenni a templomba, és úgy megérkezni. Ott, ahogy örültek nekünk a helyiek, hát az is nagyon megható volt. Tehát így nem is értettük az elején, hogy most miért örülnek nekünk ennyire. Hát mi most itt jöttünk, itt vagyunk, jól érezzük magunkat, de szóval ezt látni, hogy ez számukra milyen fontos, az nagyon megható volt. Az elején volt egy-két pont, ahol vártak minket, és akkor a következő évben még egy falu becsatlakozott, aztán még egy, akkor kicsit módosítottunk az útvonalon, mert a másik helyen volt egy ismerős, ahol szintén vártak. És aztán tényleg először ez volt az ember érzés, hogy hát mi most ugyanúgy, mint a gimnáziumban, itt is együtt vagyunk, jövünk, jaj, de jó,
kirándulunk, egyébként is szeretünk kirándulni, nincs ebben semmi nagy dolog. És a visszatükröződés meg mégis az volt, hogy de igenis van. És akkor ez elgondolkodtatja azért az embert, hogy miért olyan nagy dolog ez. És az ottani embereknek igazából most felnőtt fejjel is látom, gyakorlatilag az idős generáció az, aki templomba jár. Fiatalok vagy elköltöztek, nem is látnak mást igazából a templomból, mint azt, hogy az öregek, a nagymamák járnak oda, és ez távol áll tőlük, tehát nem egy friss, nem egy élő valami. És akkor ehhez képest megtapasztalni azt, hogy 200 fiatal lelkesen a kereszt után vonul végig, imádkozva, énekelve, ez a mindennapos, az egész éves tapasztaláshoz képest valami éles kontraszt volt, hogy ez lehet, és hogy fiatalok látnak ebben fantáziát, és be tudnak állni a kereszt mögé, és ráadásul még azt mondom, hogy élettel teliek, meg nyüzsgők. Egy üzenet volt igazából a fiatalok felé is, hogy van élet az egyházon belül a fiatalok számára is, meg hát az idős generációnak meg kifejezetten, hogy nem ér véget valami elük, hanem ez megy tovább, és nekik is igazából talán a remény, hogy amit ők megéltek, és amit fontosnak tartanak az életben, és amihez ők még ragaszkodnak, de esetleg nem sikerült átadni a gyerekeiknek, unokáiknak. Erre egy példa, hogy nem teljesen reménytelen a dolog, és ha az ő gyerekeik, unokáik is becsatlakoznak, és egyébként voltak olyanok Patakról is, meg a többi helyről is, akik fiatalok közül részt vettek a fogadásunkban, és aztán onnan csatlakoztak és jöttek velünk. A nagy család többi tagja mit szól a zarándoklásához? Úgy látják, hogy a két lényű testvérem nem szívesen beszél erről, meg ők nem szívesen jönnének, de az a Csimokolos, ő pedig már idén is végigjárta, és elképesztő lelkes, és mondta, hogy ő lehet akkor innentől kezdve minden évben szeretné végigcsinálni, pedig még nagyon fiatal, és nagyon nem bírja ezt a fizikai terhelést. Már nagyon el volt fáradva a végére, de ment, mert őt is valami hajtotta, ami miatt neki érdemes volt ezt végigjárni. Nagyon lelki ember amúgy, és ő talán az hajtja, hogy ő tényleg Istennel találkozik ebben az zarándoklásban. Nekem ez még sokkal nehezebb, mert bár idősebb vagyok nála, de ő sokkal inkább belső lelki ember, mint én vagyok. És talán neki ez egy könnyebb, de próbálom tőle ezt eltanulni, mert van mit tanulni tőle. De nekem is nehéz leereszkedni oda, hogy akkor én most egy fiataloktól tanulok valamit, amit nekem már meg lehetne, de nekem nincs meg. Ezért még tanulok tőle majd. Talán az idei zarándoklaton megtanulom. Az élet nagyon leegyszerűsödik alapvető dolgokra. Tulajdonképpen megyünk, alszunk, eszünk, imádkozunk. És nagyon sokan mondják azt például, akik részt vesznek, fiatalabbak, mondjuk az imádságnak a gyakorlatában nincsen benne, például a rózsafűzér, azt mondja, hogy én nem tudtam elképzelni magamról, hogy én majd rózsafűzért fogok imádkozni. És akkor azt mondja, de hát ez egyáltalán nem idegen tőlem. Ez belefér a mindennapjaimba. Tehát, hogy itt van ez, és ennek a nagyon leegyszerűsödött életnek az élése, azt gondolom ez az egyik. A másik az, hogy az emberi kapcsolatoknak az ilyen jóra fordulása, az, hogy a jó jön ki az emberből. Úgyhogy ha belegondolok abba a jelmondatunkban, ugye egy pax et bonum, ugye, hogy a béke és a jó. Nem szeretném jósággal se fordítani, meg nem is úgy, hogy áldás békesség, hanem hogy a béke és a jó. Hogy ez előjön az emberből. És ráadásul aztán, ami nagyon meglepő szokott lenni, hogy nagyon sok ember kutatja ezt, megkeresi. Hogyan valósulhatna meg az életében ez? És nem tudja. És akkor elmegy valahova, és indirekt módon egyszer csak megjelenik az életében. És ezt nem tudja senki sem másként átélni, csak úgy, hogy hát ez az Úristen ajándéka. Ez Isten műve benne. Hogy megjelenik az életben. Nem a rossz, hanem a jó. Semmi olyat nem teszünk meg, amit ne tudnánk megtenni a hétköznapi életben. Semmi olyan nincs benne. Ezt bárki meg tudja tenni. Ez nem kell különösen nagy dolog, és mégis ez jön ki belőle. Egy olyan zarándoklat szerintem, ahol nincs jelen szerzetesi közösség,
vagy egy olyan közösség, ahol nincs jelen szerzetes, szerintem attól egészen más, hogy ők vannak, és ők az élet formájukkal, az élet szentségükkel mutatnak példát nekünk. Hogy ők ott élnek, hogy minden évben ott van, ha fáj a térde, ha fáj a láb, akkor is eljön, ha már idős, akkor is ott van és végigcsinálja. És ez olyan szinten húzóerő és olyan példa, hogy ezért már érdemes. Amikor az ember azt tapasztalja, hogy ő mondjuk egy imádság előtt, vagy egy emlékedés előtt azt mondjuk, hogy akkor most csönd, akkor most erre figyeljünk, stb. És volt olyan évünk, amikor azt láttuk, hogy így bizonyos párokat vagy embereket nem lehetett lecsöndesíteni. Tehát így kiszakadtak, nem vették elő az énekeskönyvet, nem kapcsolódtak be az imába, beszélgettek közben, stb. Volt ilyen év. És volt olyan év, amikor magam is megdöbbentem, hogy első szóra gyakorlatilag. Nagyon érdekes, hogy a csapat mennyire marad egyben, mennyire figyel oda a mi kéréseinkre. És azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok jó élményem volt. Tehát, hogy olyan, amikor azért a ferencesek tudnak egy szétszórt társaság lenni. És amikor ehhez képest azt tapasztalom, hogy azt mondom, hogy akkor 5 perc múlva indulunk, és akkor azt látom, hogy 3 perc múlva ott áll a sor. Hát én meg ahhoz szoktam, hogy ilyenkor még 6-szor szólok, és akkor magam lepődöm meg a legjobban, hogy mondom a rendtársaknak, hogy testvérek, induljunk, mert a többiek már ott vannak. Tehát, hogy voltak ilyen élményeim, mert azt láttam, hogy annyira beleállt a csapat, hogy tényleg első szóra mindent megértve, intelligensen, odaadóan megtesz. És akkor azért látja az ember, hogy hú, ez most egy nagyon jó csapat. És ilyenkor ezt vissza is szoktuk jelezni. Tehát ezt nagyon meg szoktuk köszönni, hogy mindig szoktuk mondani eleve az arándoklatban, hogy fontos, hogy beleálljanak. Hogy amit csinálunk, abban legyenek benne teljesen. Ha imádkozunk, abban. Ha poénkodunk, abban. Ha megyünk, akkor abban. Ha eszünk, akkor abban. És amikor ezt látja az ember, hogy ebbe beleálltak, akkor nagyon látszik, hogy na, akkor most azt csináljuk, amit kell, és ez így most jó. Majdnem minden évben van nem hívő résztvevő a zarándoklatnak, vagy más keresztény felekezethöz tartozó zarándok. Mert azt látjuk, hogy a zarándoklat tulajdonképpen egy olyan műfaj, ami, és itt szinte visszatérnék az elejére, hiányzik az egyháznak az életéből. Nézd meg, hogy nagyon sokszor azt várjuk el mindenkitől, hogy egyforma közelségben, a lehető legközelebb helyezkedjen el. Ha azt mondom, hogy az oltár, vagy a templomban, templom körül. A valóság azonban nem ilyen. Az emberek mint egy koncentrikus körök mentén, különböző intenzitással csatlakoznak a hithöz, Jézus Krisztushoz, az egyház életéhez. Ismerek több olyan ember, nem jár templomba, de minden évben elmegy gyalog Szentkútra. Na most nyilván nem arról van szó, hogy ez a szentséget helyettesíti. Én azonban azt mondom, hogy mégis Jézus azt mondja, hogy hát, aki az én nevemben ördögöt űzött, nem fog egy könnyen szidni. És hogyha valakiben egy ilyen dolog él, tehát hogyha valakinek egy, mondjam azt, lazább kapcsolódási pontot ajánlunk meg az egyházhoz, vagy az Úristenhöz, az lehet, hogy egy jó kezdet lesz. Ahonnét majd föléled a lelkében, neki is a vágy egy mélyebb kapcsolódásra, egy szorosabb kapcsolódásra. De lehet, hogy abban a pillanatban csak annyira képes. Valahogy fölkínálni az embereknek egy csomó olyan az élethöz kapcsolódó, életszerű, az ő adott helyzetéhöz kapcsolódó lehetőséget odavinni neki. Néha egészen különleges emberek is részt vettek ezen az arándoklaton. Olyanok, akiknek így úgy valahogy megtört talán az életük, talán nehezebben is tudják elfogadtatni magukat, ugye a társadalom.